Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, sziasztok, ez itt ismét az Esélylesők, én Bíró Dejlők, és itt van velem Haraszti Ádám és Kele János is, sziasztok! Sziasztok! Kezdjük rögtön a Premier League párosításával, és ahol nyilvánvalóan a manchesteri derbi a legnagyobb, és itt a nagyon fontos kérdés, és kicsit pikáns is, és nyilván szemétkedek is, Manchester is blue or red? Hát ez inkább inkább egy kicsit szürkésnek, meg a... Nem tudom, hogy ez a tabellára pillantva sem igazán kérdés, mert hát ugye régi vicc, hogy a City egyébként a városban azért hagyományosan erős csapat volt szurkolói kötődés szempontjából, de azért az elmúlt, most már jó néhány év, a Ferguson visszavonulása óta ugye mindig a City végzett a United, mindig a United-t végzett a City, úgyhogy azt gondolom ez annyira kérdéses. Nem gondoltam, ilyen komoly válasz érkezik erre, de egy másik komoly válaszra viszont kíváncsi vagyok, és Ádám, tőled főképp, hogy te mit gondolsz erről a DH megmozdulásról, amit a hétvégén volt? Biztos, hogy láttad, és hogy ez egy ilyen oké, megesik, vagy a Manchester nem akar egyszerűen a BL-be szerepelni? Azért DH-ról tudjuk, hogy meg ez kiderült, főleg a spanyol válogatottban nyújtott teljesítmény alapján az utóbbi években, hogy nem az a fajta kapus, aki lábbal feltétlenül a legerősebb. Ebben a szituációban azért jó, persze komoly bravúr volt, telibe találni Calvert-Lewin lábát is, de azért inkább mondanám ezt az ő bravúrjának, mert nem DH-nak a... Nagyon szerencsétlenül néz ki valóban, meg nyilván United drukkerként a legfájdalmasabb ezt megtapasztalni, meg pláne, hogyha megnézzük, hogy annak idején mit vártak tőle, meg mennyit költöttek rá, azért jó néhány pontot mentett is ő már a Unitednek, úgyhogy nyilván egy ilyen hiba miatt nem kell feltétlenül őt most nagyon mélyre elásni. Az biztos, hogy nagyon mókásan nézett ki, rettenetesen sajnálom szegélyt. Az az érdekes, de hát bocsánat, hogy ő a liga egyik legjobban fizetett játékosa és a legjobban, messze magasan a legjobban fizetett kapusa. Miközben az elmúlt szezon kezdetétől, tehát 18-19-es szezon kezdetétől számítva ővé a legtöbb gólt eredményező hiba, azt mondja, hogy ez a hetedik vagy a nyolcadik volt már a sorban, senkinek nincs ennél több a Premier League-ben, és eközben szintén a Manchester United tulajdona, vagy a csapat kötelékébe tartozik az a Dean Henderson, aki meg az idei szezonnak szerintem az egyik legjobb kapusa a Premier League-ben, és úgy rúgta be ennek a ligának az ajtaját, hogy csak nagyon kevesen. Tehát ez egy ilyen komoly dilemma lesz nyáron, hogy akkor visszahozza-e a csapat Hendersont, és akkor a De Gea korszakot maga mögött hagyja, akkor kire tudja rásózni De Geát és mennyi pénzért, és ki lehet-e belőle értelmes áron szállni egy ilyen szerződésben, amiben ő a mostani teljesítmény alapján egyértelműen túl van fizetve. Azért, amikor volt ez a szerződés hosszabbítási mizéria a DH esetében, ott azért nagyon-nagyon meg volt ijedve United, hogy elhagyja őket a DH, és most akkor lehet, hogy most azt mondod, hogy utólag persze mindenki okos, de hogy talán jobb lett volna engedni? Nem volt még olyan régen, amikor a Real Madrid akarta őt meg. A faxgép esetemben határidőkkel. Nem tudom, ott van mögötte Romero, nem gondolom De Gea szintű kapusnak, de amikor lehetőséget kapott a United kapujában, akkor azért általában élt vele, még akkor is, ha ezek nem olyan státuszú mérkőzések voltak, mint amit De Gea fel tudott mutatni, nyilván egyenlőtlen oszlottak el itt a terhek, akkor az lehet, hogy jó döntés volt, csak hogyha valakit ilyen szinten túlfizet, és azért akkor is voltak olyan hangok, hogy egy 350 ezer fontos heti fizetés egy kapusnak, tehát hogy nincs az a hozzáadott érték, amit kapuból hozzá lehet tenni ennyi pénzért valószínűleg, vagy nagyon-nagyon ritka és nagyon-nagyon nehéz, de hát volt egy ilyen szezonja, viszont nagyon nehéz utána kiszállni egy ilyen játékosból, hogyha eljön a hanyatlás, és most szerintem már ezt látjuk. Beszéljünk a két igazolásról, a két téli igazolásról, ugye Bruno Fernandes érkezett és Igalo. Bruno Fernandes azért úgy néz ki, hogy mégiscsak tudott lendíteni valamit ezen a United játékon. Hit the ground running, ahogy mondja ugye a legtöbb lengyel csapos Londonban. Nagyon tartottam tőle én is, hogy mennyire fogja tudni azonnal felvenni a Premier League ritmusát, de úgy tűnik, hogy ezzel semmi problémája nincsen. A 11-eseket pont ugyanúgy rúgja, mint eddig, úgyhogy ezzel is tudja segíteni a United ügyét, úgyhogy nagyon örülök neki egyébként. Nem volt nehéz lendíteni mondjuk. Jó, ugyanakkor megvan az a hibája, ami miatt mondjuk féltettük is, mondjuk a Pittel, a Hottopival, talán itt is beszéltünk róla, hogy mindenhonnan lő, ugye négy meccse a 15 lövése volt kapura, de ebből 6 talált kaput, ebből oké, hogy gól is lett az élettől, 2, de hogy itt az arányokat nézzük, az megint az, hogy tényleg a gyors tüzelő, aztán majd lesz valami. Aaron Gibson, már emlegettük azt hiszem az adásban, neki voltak ilyen dolgai annak idején. Picit méltatlannak érzem azért, bár ugye Gibson egy BL elődöntőben is eredményes játékos, ezt Fernandes még nem tudja felmutatni, de... Ahhoz először oda kéne jutni, igen. Meg a Schalkéval kéne játszani, de az látszik, hogy tehát egyrészt nagyon-nagyon sok lövést kell vállalni, hogy összejönnek ezek a számok, nagyon-nagyon nagy százalékban előrefelé passzol Fernandes, tehát rengeteg kockázatot vállal, még a passzhatékonyság azért nem is annyira nagyon kiemelkedik, azt hiszem 70% körül van, rengeteg eladott labdája van, 30 plusz eladott labdája voltak az Evertonnál, azt hiszem 33, azt megnéztem külön. Az a szerencséje Unitednek, szerencse plusz nyilván jó szervezettség is, amiben mondjuk Fred kiváló játéka benne van, vagy McTominay visszatérése most már benne van, hogy olyan területein veszít
a pályának olyan területein veszít labdákat Fernandes, ami még nem végzetes mondjuk abból a szempontból, hogy megkontrázza könnyen az ellenfelet a United, hanem még vissza lehet rendeződni, és az lehet háta mögött takarítani. Igen, ugye három meccsen eddig 28 percet játszott, nyilván nem kapott még sok lehetőséget, de nagyjából ez a szerep várhat egyébként rá hosszú távon is? Vagy még ez se? Vagy talán egy kicsit több, de sok minden közbeszólhat ezzel kapcsolatban is nyilván. Az a vicces, hogy amikor viszont lehetőséget kapott, akkor jelentősen jobban teljesített abban a szerepkörben, mint Martial, akinek meg ez a 9-es poszt, ez valahogy nem nagyon akar jól állni. Szerintem ő hamarosan több lehetőséget fog kapni, hogyha Martial nem javul jelentősen. Beszéljünk a kékekről is, és itt Guardiolánál nagyon sokszor elfelejtjük azt a szerepet, mindig az jut eszünkbe, hogy nagy taktikus, és a többi, és a többi, de hogy ő nagyon jól menedzseli a csapatát olyan tekintetben, hogy a rotációt nagyon jól végzi, mindenféle hiszti és háttér balhék nélkül, ha van is ilyen, soha nem szivárok ki ez az öltözőből. Ebben Ferguson is nagyon jó volt annak idején, ez nyilván az kell, amit ő is leírt annak idején a könyvében, hogy ezeket a dolgokat alaposan megbeszéld. Egyrészt alaposan megtervezd a csapataidat akár tényleg hetekkel előre is egy-egy mérkőzéssel kapcsolatban, ki mikor kaphat esetleg komolyabb lehetőséget, és nem is baj, hogyha ezt az adott játékos tudja, és akkor ő is úgy számít, hogy oké, rendben, akkor lehet, hogy most ezen a hétvégén csak kispados leszek, és mondjuk 10 percet kapok csereként beállva, de már tudom, hogy mit tudom én, a Ligakupa döntőben kezdő leszek. A United szempontjából talán kulcskérdés lehet, hogy sikerül-e megfogni Kevin De Bruyne-t, és nagyon fontos róla egy kicsit beszélni, és kicsit vissza is tekinteni az elmúlt évekre. Ugye nem veszhetjük őt a Premier League legjobb játékosának, vagy azért az erős kifejezés lenne? Ki az, akit elé helyezünk, akkor adja magát nagyon gyorsan a kérdés, vagy ki az, akit egyáltalán hogy tényleg egy szintre helyezünk vele, és olyan nagyon sok név szerintem nem ugrik már be így sem az embernek feltétlenül, akit meg elé helyeznék most így, nem is tudom, hogy elsőre még Salahon kezdtem el gondolkodni, de nem tudom, De Bruyne lehet, hogy hasznosabb a City számára. Szerintem nincs nála jobb játékos jelenleg a Premier League-ben, a világon is nagyon kevés, és ami igazán érdekes, hogy hasonló profilú játékos nem nagyon van. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy őt hogyan lehet pótolni, általában őt úgy lehet pótolni, hogy az ő posztjára, pozíciójába, szerepkörébe egy teljesen más profilú játékost helyezünk. Bernardo Silvával szokták sokszor összehasonlítani, a pályának hasonló részein tudnak jól teljesíteni, egy teljesen más aspektusból kiemelkedő játékos Bernardo, akinek egyébként nincs most jó szezonja, és De Bruyne, hát amellett, hogy egy assistgép, tényleg egy az egyben is remek, hogy területeket nyit, hogy pressingel, gyakorlatilag nem nagyon van hibapontja a játékának. Igen, ugye mondtad, hogy nagyon sokszínű játékos, ugye tud ő szélsőt is játszani, irányítót is, hamis 9-es, ugye ezt láttuk most például a Real Madrid ellen, tehát mit most hol helyeznénk el, hogyha mondjuk a United ellen párharcról beszélünk? Nekem vele kapcsolatban abszolút a 10-es jut eszembe egyébként elsősorban alapvetően, mint ami szerintem neki a leginkább természetesnek tűnő pozíció, de ez tényleg attól is függ, hogy Guardiola milyen feladatot szán neki, milyen taktikával vág neki egyáltalán ennek a csapatnak, és pontosan ez a jó benne, amit mondasz, hogy azért nagyon sok helyre be tudja szuszakolni, hogyha a szükség úgy hozzá. Mit gondoltak egyébként a Unitednél elő fog jönni az, hogy a nagyon erős csapatok ellen jól fognak kontrázni, és ezáltal akár mondjuk sebezhető lesz a Citynek amúgy is egyébként a védelmi problémája? Biztos vagyok benne, azért a City legnagyobb hibapontja idén ez az úgynevezett Restverteidigung, hogy a németek mondják, ez az a típusú labdaelleni játék, amikor a labdajáratásban bizonyos játékosok nem az a szerepe, hogy ők ott passzopciót nyújtsanak, vagy egyáltalán a penetrációt segítsék, hanem az a szerepük, hogyha azért helyezkednek ott, ahol, hogyha labdavesztés van, akkor ők jó védő pozícióban legyenek, meg tudják akadályozni a potenciális kontrákat. Ebben hát Rodri az nem számít kifejezetten kiemelkedőnek, van olyan sokszor ezt nem elég jól játsza, nem elég jól ismeri fel a helyzeteket, szerintem Gündogannak is elég felemás szezonja van ebből a szempontból. A United meg ha valamiben kiemelkedő, és azért van ilyen, amiben ők a bajnokságban kiemelkedőnek számítanak, az éppen a transition, tehát a védekezésből támadásba való átmenet, nekik egyrészt nagyon jól áll, nagyon jól is megy, hogyha kontrázhatnak. Az a kérdés, hogy a kontrázási képességükből mennyit vett el az, hogy nincsen Rashford, akinek meg ez a szerintem a legkomolyabb erénye, azért a többiek talán nem annyira jók ebben, mint ő. Abban talán egyetértünk, hogy ez az, ami döntő fontosságú lesz a mérkőzés kimenetel kapcsán. Térjünk rá a Liverpool-Bournemouth mérkőzésre, és itt ugye Liverpool 44 mérkőzés után veszítette el a veretlenségét, ami így is több, mint a bajnokságban, ugye? Ami egyébként így is több, mint egy szezonnyi mérkőzés, és ugye mondták egy páran, hogy volt az a levél, amit ugye megírt a Kloppnak az a kisrác, de igazából mi tudjuk az igazságot, mióta Janek hivatalos is elvesztette a szivató métert, azóta Liverpool-al. Amióta felvette a csapat. Igen, ja, most már szakmányba vesztik a meccseket, tehát gyakorlatilag már egy hárman buktak.
Ez egy tendenciának tűnik. Klopp out? Ádám, láttam a posztjaidat a közösségi oldalakon, de azért legyél őszintén, egy kicsit így felbokszoltál a levegőbe? Kicsit, nem kicsit. Viccelsz? Tehát tényleg azért. De ez, volt pár hét ez a Facebook live-os videóban, amiben szintén felmerült ez a kérdés, hogy mit gondolok erről a Liverpoolról. Tényleg nyerjék meg a bajnokságot, fel akár a Bajnokok Ligáját is tényleg. Ezt hagyják meg ennek a Bergkamp-féle csapatnak, hogy ez maradjon meg az Arsenalnak szépen, fel mindenki az összes meccsüket megnyerheti tényleg a szezon végén, most már én nyugodt vagyok, úgyhogy tényleg igen örültem. Úgy néz ki, hogy a Watford és az Atletico Madrid megtalálta az ellenszert Klopp-féle taktikára? A Watford meccset hát érdemes egy kicsit külön választani, mert tehát nehéz azért fenntartani a motivációt, pláne úgy, hogy most azért biztos vagyok benne, hogy elsősorban az Atleti visszavágó jár a Liverpool játékosainak a fejében. Ez a kupa meccsen nyilván benne volt az is, hogy egy kicsit elforgatta Klopp is a csapatát, de ez is azt mutatja, hogy itt egyrészt nyilván alapvetően a bajnokság lesz majd a legfontosabb cél a Liverpool számára, de nyilván nem akarnak kiesni a Bajnokok Ligájából sem. Most egy Watford elleni ilyen mérkőzésem. Szerintem látszott is a játékosokon, hogy hogy állnak ezzel kapcsolatban. Egyrészt ez is igaz, másrészt szerintem ez egy sok tényezős, elég komplex dolog. Hát az, hogy hogyan lehet ezt a Liverpool zavarba hozni, ezt azért papíron sokan látták, a Napoli elleni BL meccset szokták emlegetni, amikor Ancelotti ugyanezt már megcsinálta, tehát 4-4-2, nagyon kompakt, közepesen magas blokk a pálya közepén, és visszazáró szélsők Trent Alexander-Arnoldon meg Robertsonon, akik ugye nem tudtak helyzeteket kialakítani, miközben meccsenként ketten együtt kb. 4-5 helyzetet szoktak kialakítani, most nullát. Ugyanez volt az Atletico ellen, ugyanez volt a Watford ellen is. A Watford ellen pluszban láttuk, hogy Firminót is kivette a játékból a Watford teljesen. Nyilván ebben megvan a Watford erénye is, az ő teljesítményünknek a magas szintje is, de megvan az is, hogy valószínűleg Firmino sincs olyan formában, mint korábban. Notabene nincs olyan formában Mané és Salah sem, akik nem tudnak segíteni a adott esetben a beindulásaikkal, a mélységi opció nyújtásukkal. Most akkor nem veszem elő azt, hogy Henderson, aki egyébként az ellenfél védőharmadában a legtöbb labdát szerezte idén az összes Premier League játékos között, tehát a pressingnek egy nagyon fontos szerkezeti eleme a Liverpoolnál, ő nem játszott a Watford ellen, pedig ennek is nyilván megvan ebben a szerepe. De akár azt is nézhetném, hogy mennyire más előnyből játszani, mint akár csak X-nél, mert ugye a Liverpool azzal nyert meg nagyon sok meccset össze, hogy iszonyatosan korán előnybe került, és rengeteg percet töltetett előnyben, az egy egészen más típusú játékot igényel az ellenféltől is, meg az ő részükről is. Na most az úgynevezett téli szünet óta a Premier League-ben, azt hiszem, hogy 20 néhány percig voltak talán csak előnyben, tehát alig. És azért nagyon más ez a helyzet a pályán. Beszéltél a középpályáról a Liverpool esetében, és itt én teszem fel a kérdést, hogy nincs itt probléma azzal kapcsolatban, hogy nincs elég kreatív középpályása egyébként Kloppnak? Akik a felállt fix védelem ellen gyorsan tudnák forgatni a labdát és indítani a széleket, vagy kis összjátékokat alkalmazva mondjuk keresztül menni ezen a nagyon szűk, zárt 4-4-2-es védelmi soron? Múlt héten beszéltük, hogy ez Alexander Arnold ez a játékos. Igen. Hogy ő feladata ez, hogy ezt megcsinálja. Egyébként meg van ilyen játékos, a Kloppnak csak nem játszatja. A Watford ellen, ha volt játékos, aki jó teljesítményt nyújtott a pályán, az Oxlade-Chamberlain volt, aki helyzeteket alakított ki, 16-oson belülre is jó passzokat juttatott, cseleket vállalt fel, csak egyedül ez kevés volt. Tehát ha sem Trent nem működik jól, sem Robertson, sem Firmino, akkor ez egyedül kevés. Most ne beszéljünk Lovren magán akciójára, amit ott elkövetett ezen a mérkőzésen, hogy Matip mit vétett, azt nem tudom, de az egy érdekes sztori lenne, hogy lehet az, hogy Lovren előrébb van Kloppnál, mint Matip, legalábbis most nagyon úgy tűnik. Pedig a felelőse legyen kétségünk, hogy Matip elsősorban az ő közbenjárásával került a Liverpoolhoz. Ezt valószínűsítem én is, szóval ez egy érdekes kérdés. Ugye Naby Keitát szokták még itt emlegetni, aki rendkívül sok kulcspaszt ad, rendkívül sok jó passz van az ellenfél 16-osán belülre, nagyon sok egy az egyet és cselt vállal föl. 4 meccsnyi játékpercet töltött idén eddig a pályán a bajnokságban, ami lényegében nulla semmi. Nyilván azért van ez, mert hogy úgy van kialakítva a Liverpool játéka, hogy a középpályának ez az úgynevezett rest fertilizing a feladata, meg a stabilizálás, vagy esetleg a pressingben Hendersonnak a szerepe, meg ugye Alexander Arnold mögébe segíteni, és a szervezés meg a két szélső hátvédé, és nyilván ebbe Keita nem illeszkedik, csak ha a két szélső hátvédnek nem megy, akkor viszont lehet, hogy többször kellene mondjuk Keita vagy Oxlade után nyúlni. Én ebben egyébként nagyon látom a problémát, hogy van A per 1, A per 2, A per 3 terv, de B per akármi nincs a Klopp kezébe, úgyhogy ez talán probléma lehet. A bigokorig ide. Igen. A Bournemouth-szal is érdemes egy kicsit foglalkozni, jelenleg vonalat vannak, de pont azonossággal vannak a West Ham-mel és a Watforddal, a Brighton 1 ponttal előzi őket, és a kedvenc csapatod a Newcastle pedig 5-tel, érthetetlen a dolog, de mit gondolunk, ez egy kiesésre érdemes csapat? Hát kihűlni látszik a How Magic, nem?
Nagyon. Ahhoz képest, hogy tényleg néhány éve miről beszéltek, meg hány csapattal hozták össze, meg hogy ú, a következő nagy angol menedzser, ami ettől még egyébként ő lehet, de úgy tűnik, hogy azért, meg nyilván nagyon más az, hogyha neked az alsó ligákból kell azért feljutni, akármi csak a Championship-ig, Premier League az már ilyen szempontból talán egy fokkal érdekesebb, de még az is egy más mentalitást, hozzáállást igényel az edző részéről is, meg a csapat részéről is, és lehet, hogy itt bármennyire is jól nézett ki az első időben a Bournemouth a Premier League-ben, lehet, hogy az itt fogyott el az ő részéről. Érdekes, bocsánat, hogyha, tehát annyit akarnék hozzátenni, nagyon érdekes az a helyzet, hogy ki tud igazolni a Bournemouth, szerintem az részben kényszer, hogy az alsóbb ligákból hoznak játékost, ez egy nagyon kisváros, egy nagyon kisvárosias közeg, nagyon szűk közeg, nagyon speciális, nagyon zárt közeg, ahol azért nagyon nehéz beilleszkedni egy úgynevezett nagyvilági futballistának, és erről Howe sokat beszélt, hogy ez milyen nehézséget okoz akár a keretmenedzselése kapcsán is. Részben kényszer, hogy olyan játékosokat kell idehozni, akiknek ez is előrelépés. Nyilván, ha választhatsz, hogy nem tudom. Van egy jó barátom, aki Angliában járt egyetemre, és ő nagyon sokat járt Bournemouthba elsősorban bulizni. Tehát tényleg egy tengerparti város, kis buliváros, de ezt mondjuk úgy kell elképzelni, mondjuk, mint a Balatont nyáron. Na most ez egy fiatal, feltörekvő játékosnak még poén meg érdekes lehet ideig, óráig, de mondjuk tényleg, hogyha te olyan játékost akarsz odahozni, aki mondjuk megjárta már Európát, és komoly dolgokat ért el, akkor neki már nem biztos, hogy annyira érdekes. Igen, másik dolog az, hogy rengeteg sérültjük volt, és hát ugye a harmadik dolog az, hogy Eddie Howe, bármennyire kedvelem és bármennyire szimpatikus edző, és majd ötödik éve, vagy talán még több is itt a Premier League-ben. De talán nem az a Nagelsmann típus. Hát, hogy aki nem tudott összetenni még egy közepes csapatszintű védekezés sem soha, az nekem azért vett föl kérdőjeleket erőteljesen. Tehát itt a Bournemouth még mindig nem tud védekezni, egyre kevésbé tud védekezni, idén próbáltak pressingelni, de bár ne próbáltak volna pressingelni sajnos. Tehát igen, esélyesek szerintem arra, hogy kiesnek. Fordítsuk át a pressingünket a La Liga találkozókra, és kezdjük a Betis Real Madrid mérkőzés, beszélünk a Real Madridról is, egyébként mindenki nyugodja meg, de először kezdjük a Betisszel. Az elmúlt 6 meccsükön 3 pontot szerezett ez a csapat, és az a 3 is X volt. Tehát, hogy borzasztó a védelmük, hogyha megnézzük az XG a mutatóikat, ami azt jelenti, hogy az általuk ellenük kidolgozott helyzetek minősége mit mutat, akkor az elmúlt 4 meccsre így néz ki, hogy a Valencia 0,9-es XG-t kaptak, erre sikerült 2 gólt bekapni, Mallorca 0,7-es XG-ára 3 gólt kaptak, a Leganes ellen 0,9-re lehúzták nullával, és a Barcelona 1,4-re 3-at kaptak. Borzasztó statisztikai adatok ezek. Ebből érdemes a Barcelona talán különvenni, mert erről már sokat beszéltünk, hogy a Barca XG-je oké, vagy szeretik felülülni, de abban benne is van tényleg az a fajta játékos és játékminőség, ami miatt torzul maga a rendszer is önmagában. De igen, magukért beszélnek a számok alapvetően, hogy vagy ezt nehéz védeni tényleg. Nehéz, meg az egész szezon nehéz védeni a Betis, hogy a Loren Moron mondjuk most megint betalált, de hát most már minek? 13 meccs után, igen. Most már minek? Vagy a klasszikus kérdezi. Összességében az az érzésem, kicsit ez a középcsapat szindróma Betisnél, nem jött össze a várt kiugrás idén, nagyon messze vannak tőle a játékminőségben, eredményekben, pontokban is, kiesni nyilván nem fognak, jön a tavasz, és már egy kicsit érdektelenségben fulladnak a saját meccseik is. Ez a csapat egyébként edzőkérdés van, tehát itt a csapatnál ez a probléma, hogy az edző nem megfelelően menedzseli a csapatot, vagy a keret is úgy néz ki, hogy hiába vannak jó játékosok, akár spanyol szinten, akár európai szinten is néhány, nem elég jó ez a keret. Hát vagy a kerethez az edzőnek a passzolása, ez a keres is bőven felmerülhet, mert azért tényleg az utóbbi években amilyen játékosokat tudott igazolni a Betis, arra tényleg sokat csettintettünk, hogy nyaldostuk az ujjainkat, aztán ehhez képest meg, hát főleg az idei szezon néz ki rosszul egyébként. Igen, de nincs kihozva a keretből a maximum, tehát lehet, hogy nem elég jó a keret mondjuk arra, hogy a Bajnokok Ligája helyekért legyenek versenyben, hogy a Sevillával versenyezzenek ott a dobogó környékén, ahhoz lehet, hogy nem elég kiegyensúlyozott ez a keret, de azért ahol állnak, annál ez a keret szerintem erősebb. És ami aggasztóbb, hogy nem is arról van szó, hogy ez egy ilyen átmeneti szezon, ahol az edző szépen átadja az elképzeléseit, és fejlődik a csapatjátéka, csak éppen az eredmények nem jönnek, meg nem esnek be a gólok, de majd össze fog ez állni, hanem ha valaki nézi a Betis meccseit, az a benyomása, hogy húha, ez nem vezet sehova. Ez nem lett jobb semmivel az őszi szenvedés óta, sőt, talán még rosszabb is. Akkor most beszéljünk a Real Madridról, akik érdekes héten vannak túl. Egyrészt ugye a City ellen gyakorlatilag taktikailag is, meg minden szempontból alul maradtak Guardiola szemben. Ugyanakkor Setién Barcelonáját nem csak az eredmények tekintetében, de taktikailag is erősen felülmúlták. Setién munkája is azért egy érdekes kérdés, meg... Tehát 2 hónapja van már a Barcelonánál? Talán nagyjából, tehát, nagyjából. Jó, nyilván ennyi időt azért valamiféle hatást már el kell tudni érni egy közepesen jó edzőnek is. Azért ez valamelyest látszik is nyilván a Barcán, de közben meg
csodát várni, tényleg szezon közben beugró edzőként nagyon nem lehet senkitől. Szerintem ugyanaz működött a Barca ellen is, mint a City ellen is. Tehát, amikor, tehát a Barca meccset ugye a második félidőben nyerte meg a Real Madrid a feltekert pressingjével, és főleg az utolsó 25 percben, amikor már láthatóan elfáradt a Barcelona, akkor ők tudtak az ellenfél térfelén a kapuhoz közel labdákat szerezni, és azzal végigvinni akciókat akár második szándékban is. A City ellen ez a mérkőzés első 20-25 perce volt, amikor azért szerintem erőgerőteljesen meg volt fogva, mint Chester City, ugye Guardiola csapat újródosta kifelé labdákat, hogy Sam Allardyce csetített otthon. Annyira tetszett neki, és én nem nagyon láttam még ilyet Guardiola csapattól. Hát, sőt. Aztán nyilván azon a meccsen az, hogy Guardiola belenyúlt, vagy visszatért az eredeti elképzéshez, vagy az alapját, az aztán az eredményt hozott. Nem elég jó az a Real Madrid szerintem, sem a Barcelona a top szinthez Európában, de a Real Madridnek van egy alapjáték, ami a legmagasabb szinten is működik bizonyos időintervallumban, hiszen nyilván ezt a pressinget, ezt a nagyon agresszív labda elleni játékot, ezt nem lehet egyszerre 20-25 percnél tovább játszani, és itt meg felvetődik bennem az a kérdés, hogy Pintus nélkül Zidane mit tud fölmutatni, mert hogyha ezt szerintem hosszabb ideig tudnák játszani, jobb fizikális állapotban lenne a Real Madrid kerete, hát ugye a BL meccsen is 100 km körül futottak, ami az a nevetségesen gyönge kategória ezen a szinten egyébként. Ha tovább fönn tudnák tartani, intenzívebben tudnának játszani hosszabb ideig, akkor ez egy kifejezetten jó kontracsapat lenne, mert azért az is kiderült ezeken a meccseken, hogy ha náluk van a labda, akkor azért elég komoly bajba tudnak kerülni. Olyan tekintetben egyébként érdemes még a Setién-féle Barcelonáról beszélni, és főleg itt az El Clásico kapcsán, hogy a Real Madrid nagyon erősen és ügyesen védi a pályának a közepét. És mindenhol próbálkozott egyébként a Barcelona, csak széleken nem gyakorlatilag. Csak középen, ahol a Real Madrid a legerősebb. Tehát, hogy tényleg faltörő kossal a legnagyobb beton ajtónak? Vagy hogyan kell itt ezt gondolni? Megvan a játékos, most egy dolog még ahhoz, hogy jöjjenek befelé a labdák a szélről, az még csak, de az, hogy ezeket valaki fejelgesse befelé, mint mondjuk tette azt Ronaldo meg Gerrard annak idén a Real Madridban? Azzal is próbálkoztak egyébként, hogy a Ramos-t kimozgassák, a City is csinálta ezt a kettő darab hamis kilencesével. Ugye Ramos egy nagyon agresszív középhátvéd, aki rendszeresen jön föl megelőző szereléseket, tehát ha visszalépeget egy középcsatár, akkor Ramos-t ki lehet onnan mozgatni a zsebbe és mögé szépen beletteni a labdákat. Ezzel próbálkozott szerintem viszonylag sokszor a Barca, bár nem elégszer, csak ezeket nagyon-nagyon jó védekezte Ramos is, és Varane is. Tehát a középpály és a védelem közötti területeket, azokat nagyon jó ütemű kilépegetésekkel a Ramos-Varane kettős teljesen jól levédekezte. Ugyanakkor a Real Madrid nagyon ügyesen tudta, hogy hol sebezhető a Barca, és folyamatosan a szélről érkező beadásokkal gyakorlatilag teljesen zavarba lehetett hozni a Barca. És Mariano szépen eltalált azt a labdát. Nem, de ez tényleg bocsánat, csak ennyi játékosos, hogy szerencsétlen Jovicot azért már mi is lekésztük már, amióta megérkezett Madridba, és akkor itt van Mariano Diaz, aki bekerül utolsó pillanatban a keretbe, kap egy percet a rendes játékidő végén, és gyakorlatilag többet csinált az alatt, mint szegény Jovic az egész szezonban. Jelenleg a Real Madrid egy ponttal vezet a bajnokságban, 12 forduló van még vissza. Eldőlt bármi is? Nem, hát ja, nem. Biztos, hogy nem. Mennyire erős ez a Real Madrid? Olyan tekintetben, hogy képes lehet akár a City ellen fordítani, illetve ezt az egy pontos távolságot tartani, vagy növelni a Barcelonával szemben? A másodikat inkább tudom könnyebben elképzelni, mint a City elleni fordítást, pláne Manchesterben. Az sem elképzelhetetlen, tehát nyilvánvalóan nem lehet leírni teljes mértékben ezt a Real Madridot, de az alapján, amit az első meccsen láttunk a Cityvel szemben, nehezen, nem tudom, adja ki ezt a fantáziám magából. Azt gondolom, hogy bajnokságban a Real Madrid az esélyesebb most már, mint a Barcelona, a Bajnokok Ligájában meg nagyon-nagyon komoly meglepetés lenne, hogyha a Cityt idegenben fordítva ki tudnák verni. És akkor most forduljunk rá a Barcelona Sociedad találkozóra, és akkor kicsit folytassuk a Barcelonánál itt a problémákat. Ugye volt arról szó, hogy Setiennek kevés ideje volt, de azért az talán látszik, hogy neki is csak A terve van, és nincs is B tervre ötlete. Hát meg ez az A terv is olyan, hogy adott egy játékos keret, akkor most próbáld meg hozzá heggeszteni a te elveidet, nagyon nem tudsz hozzányúlni a kerethez, bár biztos, hogy Braithwaite-et azért igazolták, hogy ez nagyon komolyan megváltozzon. Nem. Tehát, hogy ebből bocsánat, zicsere volt neki is, hogy beállt, tehát ami már ilyen Odiáznak összejött, az Braithwaite-nek is ott volt, csak meg nem sikerült a zicsert kihasználni, majd kaptak róla egy gólt, tehát gyorsan leáldozott a csillaga. Abszolút. Tehát most sok mindent nem tud az ember számon kérni Setién szerintem. Jó, oké, persze nyilván adott volt a kerete, meg minden adott volt neki, ami nem nagyon tudott változtatni. Hozott azért egy másféle szemléletet a játékba, viszont az látszik, hogy akadozik, itt problémák vannak, és nekem tetszik ez a szemlélet, ez a labdakihozatalok, és a többi, és a többi, de azért ilyen kreatív játékosokkal, Busquetszel, De Jonggal, vagy Arturral
tehát gondok vannak a labda kihozatalokkal, úgyhogy testigent ismerjük, azért ez nagyon-nagyon komoly szakmai problémákat Frankie de Jongot még vállalom kreatív kategóriában, azért Arturral és Busquetszel kapcsolatban már vannak kérdéseim ilyen szempontból. És az a probléma, hogy egy Busquets, aki látványosan túl van a csúcson, még most is esetenként megvillantja a zsenialitását Busquets, de azért már látványosan túl van a csúcson, fizikálisan főleg. És miatta Frankie de Jong poszton kívül játszik egész szezonban, nyilván nem tudja ugyanazt a teljesítményt nyújtani, hát könnyen bal szélsőként játszották ezen a mérkőzésen, ilyen hamis szélsőként persze, de akkor is legtöbbször ott volt megtalálható. Arthurnak az egész szezonja Betli szerintem, tehát pont, hogy előre nem hozza azokat a kulcspasszokat, vagy azt a labda előre vitelt ezt a progressiont, amit tőle kellene, hogy lásson a csapat, és ettől az egész egy ilyen abszolút steril labda tologatásba megy át, gyakorlatilag ilyen U-alakban körbeadogatják az ellenfél 16-osát. Na akkor most térjünk rá Sociedadra, ahol igazából két kulcsjátékos van, de most egyet emelünk ki, ugye Martin Ødegaard, aki a Real Madrid játékosa, csak ugye kölcsönbe játszik most már évek óta. És itt a múltkori adásban egyébként a komment szekcióban felismerült, hogy talán, hogyha Ødegaard is olyan jól lenne menedzser, mint Haaland, akkor most nem a Sociedad szintén játszana. Ezzel mennyire értünk együtt ezzel a gondolattal? Abszolút. Az olyan szempontból, hogy tehát eleve ott kezdődik, hogy ki az a játékos, aki ennyi idősen nemet tud mondani a Real Madrid hívására. Na, és itt kell mondjuk egy menedzsernek, vagy egy a futballvilágot okosan ismerő szülőnek közbeszólnia. Gondolom, hogy Haalandnak is voltak első hangzásra érdekesebb ajánlatai, mint annak idén az, hogy csatlakozzon ez a Red Bull projekthez, de erről már beszéltünk vele kapcsolatban sokat, hogy ott annál jobb helyre nem is kerülhetett volna. Azért a Real Madridnál meg ahogyan, jó, az utóbbi években látunk ilyen szempontból változást, főleg Zidane alatt, hogy mondjuk milyen lehetőséget kaptak a Castillából felkerülő játékosok, de már odáig elkerülni, hogy valakit odáig elmenedzselni idézőjelben, azért az nem volt feltétlenül az erősség az utóbbi években a Real Madridnak. Ebből a szempontból volt sokáig jobb a Barca, aztán mintha valami fordult volna ebben az utóbbi években, de az biztos, hogy Ødegaard túl fiatalon került még ide Madridba, és aztán az elvárások is nyilvánvalóan óriásiak voltak vele kapcsolatban. Ide egy gondolat, bocs, és ne feledd szabadat. Tehát, hogy amikor Ødegaard ideigazolt, akkor a Real Madridnak az U17-es csapata, hogy Ødegaard 16 éves volt, az a Hans-Erik Ødegaard volt, aki az ő édesapja. De azt gondolom, az úgy történt, hogy vele együtt került gyakorlatilag. Igen, ez a deal része volt, én is igen. Emlékszem. Ez mutatja teljes aránytévesztését annak a hype-nak, amit a 16 éves korában kapott Ødegaard, de egyébként én nem zárom ki, hogy éppen ebből a sztoriból tanulva építette egészen másképp Haaland a karrierjét, vagy a Haaland menedzsmentje a karrierjét. Azért látszott, hogy itt volt megakadás ebben. Azt gondolom, hogy a megakadás után, amit nagyjából az első Castillás évek, és pont ez a fajta, ott is ugye játszatni kellett, de közben az első csapattal edzett, de a Castillával játszott, tehát teljes nonsense volt az egész történet. Utána azért viszonylag jól sínre került ez a történet, és az Eredivisie-ben, a Heerenveen-ben játszott Ødegaard az előző szezon, ott már látszott, hogy ez rendben lehet, és az idei szezon az igazi szintlépés, 21 éves, nincs lemaradva semmiről, nem törvényszerű az, hogy egy játékos, aki hatalmas tehetség az biztos, hogy minden lécet elsőre át fog vinni mindig, tehát azt gondolom, hogy 16-17-18 éves gyereknél, aki kamasz, annak minden hátulütőjével, nehézségével, akár hogy mennyire makacs, vagy mennyire lehet rá hatni kívülről, ez nincs másképpen egy nehézséges sportolónál sem, mert Gyurta Dánielnél messzebb nem menjünk, aki ugyanezen, tehát nem lehet rosszabb úsz, vagy kevésbé tehetséges, csak egyszerűen át kellett menni ezen a természetes folyamaton, Ødegaard is átment ezen a folyamaton, amit idén nyújt a csapatában, az egészen példaértékű. Ha már Frankie de Jongról beszéltünk, akkor a nyáron az volt egyébként a nagy kérdés, hogy meg tudja szerezni az Ajax Ødegaardot Frankie de Jong helyére, vagy sem, és aztán végül nem jött össze, azt nem tudom, hogy ki múlt pontosan, de azt gondolom, hogy a Sociedadban egyrészt ennek nagyon örülnek, másrészt szerintem Ødegaardnak is jobb, hogy a spanyol bajnokságban játszott az idei szezonban. Ebben a szezonban nyújtott teljesítmény alapján ő visszafociszta magát a Real Madrid csapatába? Nem tudom, hogy fogják a keretet összeállítani a következő szezonra. Lehet hely Ødegaard számára a Real Madrid keretében, a kezdő csapatában azért nem vagyok biztos, sőt, itt ezután adódik aztán a kérdés, hogy fog tudni élni azokkal a lehetőségekkel, amiket kapni fog, mert abban biztos vagyok, hogyha vissza is kerül, akkor ő nem lesz azonnal stabil kezdő csapattag. Nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy igen. Egyrészt a Real Madridnak egészen fantasztikus fiatal generációja van ott az első csapat mögött, környékén már most Vinicius, Rodrigo, Militao, Kubo, Ødegaard, tehát tényleg ezeket összeadni is nagyon nehéz, tehát elképesztően furcsa az, hogy mennyire megfordult a Realról ez a viszonyrendszer, szerintem sokkal most már ez a típusú fiatal játékosok kiválasztása, megszerzése, majd csapatba építése folyamata a Madridnál, mint amilyen a Barcelonában. Az a kérdés, hogy ha a Madridban jön, szerintem az nem kérdés, hogy ott fog játszani jövőre, akkor milyen
szerepkörben és milyen poszton akarják őt beépíteni. Ugye ballábas játékos Ödegaard, tud a jobb szélről is játszani, karrierje nagy részét jobb szélsőként játszotta le. Itt a Heerenveen és főleg a Sociedadban játszik már inkább középen, sokszor tízest játszik, tud a jobb oldali félterületben nyolcast játszani, nagyon jó a pressingen, nagyon jó a passz repertoárja, elképesztő sokat és fantasztikusan cselez, hiszen tizedik legtöbb csel kísérlete van a bajnokságban, viszont a top 10-ből övé a legjobb hatékonyság 70%-kal, ami főleg a pályának azon a részen, a támadó harmad környékén nagyon-nagyon sokat tud érni, amiben gyengébb, hogy a pressingben jó, de a visszarendeződésben kevésbé jó. Tehát amikor átjönnek a pressing első vonalán, hajlamos fönt maradni, nem elég fegyelmezetten gyorsan visszazárni. A Madridban ezt nem biztos, hogy nem engedheti meg magának, amit a Sociedadban igen. És akkor mondom, ott van az a kérdés, hogy jobb szélsőt akarnak belőle csinálni, akkor Bale helyére érkezne esetleg a rotációban, de nagyon hasonló típusú játékos Azárhoz, akik ugye mind a ketten akkor befelé játszanának, most pedig Zidane ugye úgy szereti, hogy van egy tükörszélső és van egy klasszikus szélsője, akkor ezt meg kellene bontani. Iszkó helyére érkezne? Biztos, hogy Iszkónál már most jobb. Ez is egy érdekes kérdés tízesként és szabadon mozgó középpályásként. Vagy lehet azt csinálni, hogy a Modric Kroos kettős valamelyik tagját, feltételezem inkább Modricot, cseréljük le Ödegaardra. Az ugye azt jelenti, hogy a Modric most már nem feltétlenül is mindig játszik, hanem kvázi Kroosszal rotálódnak. Az egy ilyen beszoktató szerepnek sem lenne rossz, miközben ugye megmaradna a csapat egyensúlya. Ez az, ami talán a legkevésbé passzol a... vagy az alapján, amit eddig láttam bele, szerintem ez a profil passzol, vagy ez a pozíció passzol a legkevésbé. Ez kéne legtöbbet fejlődni gyorsan szerintem is. Jó, akkor most ilyenkor szoktunk rátérni az adásban általában az olasz bajnokságra. Most, mivel nagyon sok mérkőzés maradt el a múlt hétvégén is, és ezen a hétvégén is nagyon képlékeny, hogy melyik mérkőzés lesz megrendezve, ezért most egy kicsit eltekintünk ettől az olasz focitól, úgyhogy folytatjuk a Bundesliga párosításaival, és itt kezdjük a Gladbach-Dortmund összecsapással, és volt egy nézői kérdés szintén a komment szekcióban, hogy a Gladbach képes lehet-e a BL szintet elérni, és itt szerintem ez gyakorlatilag a legtermészetesebb, hogy mi mindenképpen hiszünk ebben. Meg talán beszéltünk is erről a korábbiakban, hogy arra mindenképpen van esély a Gladbachnak, hogy a BL helyet, a negyedik pozíciót megcsípje a bajnokságban. Sokkal előrébb azért nem merném már őket, mert azért azt gondolom, hogy a Dortmund-Lipcse Bayern 3-as azért más szintet képvisel, és azért ott van még a Leverkusen is, akivel szerintem ővel lehetnek majd még csatában azért a helyért. 538, ez egy amerikai statisztikai portál, számol ilyen esélyeket a különböző helyezésekre. Ott nyilván látszik, hogy a negyedik helynek a csapatnak nagyjából a reális, és ugye a Leverkusennel vannak ebben a harcban. 61%-ot ad ez a modell a Gladbachnak, és 50-et a Leverkusennek. Tehát nyitott azért ez a harc és ez a csata, főleg tudva, hogy a Leverkusen egy ősszel valami egészen brutális módon rúgta alul az XG-t, azért tudtuk, hogy ez majd visszalendül egy picit, jó kis egyébként tavasszal, de a Gladbach is itt a döcögősebb kezdés után nagyon kiegyenesedett tavaszra. Meg van, tehát mindenképpen van benne potenciál, erről is beszéltünk, hogy inkább hátul vannak nekik problémáik, de egy nagyon izgalmas, érdekes csapat, és ez a meccs a Dortmund ellen szintén egy nagyon izgalmas és érdekes meccs lett. Tehát ott megint simán kinézhet szerintem egy 3-3-4-4 valami ilyesmi. Ebből lesz a csúnya 0-0 válaszlátok. Ugye nem, eddig minden tavaszi meccsükön kaptak gólt, tehát most ha 0-0 lesz, akkor azért az csúnya. Igen, most már viszonylag régen nyertünk a Gladbach a Dortmund ellen, de a Gladbachról visszatérve és kicsit a hosszú távú céljaikat leírva, mire lehet számítani itt? Játékos értékesítés, újvak vásárlásra, vagy próbálják megtartani azokat a szuper tehetségeket, akik most így ott vannak a csapat környéken? Nem nagyon tudják megtartani, bár most talán annyira nem kívánkozik ki hirtelenében senki szerintem ebből a Gladbachból, tehát vannak azért jó játékosok, Türem nagyon jó szezont produkál, Alassane Pleának is azért egyre magasabb az ázsiója, de szerintem most, akik előttük állnak, egyikük se kapkodna nagyon egyelőre ezekért a játékosokért. Aztán mondjuk meglátjuk, mi lesz a szezon végén, de most szerintem talán annyira nincsen veszélyben. Zakariát szerintem el fogják vinni. Na, ez viszont egy nagyon érdekes kérdés, mert ő viszont nagyon fontos elem ennek a csapatnak. Nem feltétlenül a leglátványosabb, viszont labdakihozatalok egyáltalán ugye a fordítás védekezésből, támadásból, ebben egy nagyon fontos elem ennek a Gladbachnak. Többieknél inkább érzem a rendszer spillerséget, Plea talán ebből kivétel, mert nyilván Türem lehet még kapós a piacon, de őt lehet, hogy még egy szezonot talán meg tudják tartani. Plea ugye a kora miatt is már lehet, hogy kevésbé lesz kapós, lehet, hogy neki följebb nem is igazán van, de ezt egy nagyon erős rendszer gondolkodású csapatnak érzem, tehát a Maric Rose kettős, hogy idehozták, az kvázi garancia erre, hogy
hogy az egy csereszabatos a játékosoknak a nagy többsége. Tehát amit föltették kérdést, én egyértelműen azt gondolom, hogy kiárusítás, jönnek majd a fiatalabbak, és ez lehet, hogy hosszú távon is jól tud majd működni. Érdekes, mert a Dortmundnál is most talán az a legnagyobb kérdés, és a nyár egyik legnagyobb kérdése lesz, hogy az egyik legjobb fiataljuk, hogy Jadon Sancho sikerül-e megtartani, egyáltalán Sancho hogyan gondolkodik, és kicsit érdemes Sanchónak itt a példájáról is beszélni, mert talán ez egyébként egy ilyen hosszú távú terv lehet az angol játékosok számára. Ez már működőképes modell gyakorlatilag. Nézd meg John Joe Kennyt a Schalkében, Adam Ola Lookmannek már ugye a második időszaka van Lipcsében, nem mint hogyha nagyon tudna ezzel most. Tehát, hogy ez most már nem egy tényleg ördögtől való dolog, hanem egy bejáratot, vagy bejáratódni látszó dolognak tűnik egyelőre, mert az is egyértelmű, hogy lassan a Premier League-ben most már az alsóbb régióban lévő csapatokban se nagyon van esélyük a fiatal játékosoknak komoly lehetőséget kapni. Szerintem az is egyértelmű, hogy Sancho, ha maradt volna a Premier League-ben, akkor is így tartana, igen, vagy nagyjából hasonló helyen tartana, tehát ilyet a City-ből csábította el a Dortmund, nyilván főleg amiatt, mert gyorsabban kapta meg a lehetőséget, de azt gondolom, hogy az ő képességeivel, tehát hogy egészen kiemelkedő játékos, és nyilván jót tesz neki a Dortmund rendszere, de azért látszik, hogy ő rendszertől függetlenül is egy fantasztikus játékos, és a következő 8-10 évnek az egyik legnagyobb karakter és egyénisége lesz a top futballban, úgyhogy ebből levonni azt a példát, hogy érdemes eligazolni, abból a szempontból fals lehet, hogy persze nagyon jó Kenny, meg az Ampadu, meg a Lookman, de azért nem futottak be Sancho. Nem is azt mondom, hogy a modell, mint olyan, tehát a Németországba jönni, futballozni egy fiatal játékosnak szerintem megéri, azért, mert hajlandóak hozzányúlni, nem úgy néznek rájuk, mint, tehát beveszik őket, és tehát megkapják a lehetőséget, és jó helyen vannak. Tehát, hogy abszolút topligánkban egyébként Anglia után szerintem, ha csak azt megnézzük, hogy milyen körülmények között készület valaki, és itt nem csak arra gondolok, hogy milyen létesítmények várnak játékosokra, hanem milyen módszerekkel dolgoznak a csapatoknál, szerintem Németország a következő. Tudod, ki jutott eszembe? No. Első fecske ebben az egész kérdéskörben? Oliver Burke. Jézus Atya úristen. Van, tudjátok, hol játszik most? Oliver Burke, aki a Lipcsébe igazolt el még az angol másodosztályból. Alaves. Spanyolországban, és játszogat is nyilván túl jól, tehát neki például annak idején nem igazán jött be ez a kaland, és azért, mert Lipcsébe egyszerűen hát majdnem, hogy kinevették szegényt, hogy taktikailag egy picit vissza van maradva. Oké, a kérdésre nem jött egyébként a válasz, hogy a Dortmund képes-e megtartani egy ilyen karakterű játékost, vagy igazából itt csak az a kérdés, hogy mikor és mennyire távozik? Egyelőre, tehát már Hollanda kapcsolatban is erről beszél mindenki, hogy gyakorlatilag ott van a Bayern következő középcsatára. Nem tart még ott a Borussia, hogy a legnagyobbakkal szemben, de itt már nyilván azon nem arról van szó, hogy innen más olasz középcsapatokba, vagy spanyol középcsapatokba, vagy ilyen helyekre mennének, hanem tényleg az európai elitbe, de ők meg viszik a játékosokat, és velük még versenyezni nem tud ilyen szempontból a Dortmund. Sancho lesz a nyár nagy célpontja a legnagyobb kluboknál. Főleg, hogyha még valami villant is az EB-n. Ha lesz EB. Jó, akkor most térünk rá a Bayern München Augsburg találkozóra, és itt a Bayern München kapcsán muszáj egy kicsit a múlt hétre visszautalni, itt a Hoffenheim-en történtekkel kapcsolatban. Ti milyen véleményen vagytok? Ugye itt van az 50+1-es szabály, és ugye Hoppot szitták elég erőteljesen, és itt ugye volt a félbeszakadt mérkőzés, igazából eredmény tekintetében már mindegy volt. Hopp szempontjából ő azért inkább áldozata ennek az egész történetnek. Őt emlegetik a legtöbbet, de közben azért elsősorban nem erről szól, és pont tegnap a Schalke mérkőzését közvetítettem a Bayern szemben a német kupában, és ott is ezt emelték ki a szurkolók a saját transzparenséken, abban a másfél másodpercben, amíg látni lehetett nekem, legalábbis ez jött le belőle, hogy, és erről beszéltünk azért a legtöbbet itt ezzel a témával kapcsolatban, hogy a kollektív büntetés az, amivel kapcsolatban a leginkább ki vannak akadva a szurkolók. Ez egy nagyon jó hetszelem mondjuk Hoppnak, hát ez nem zirikálás, azért ez jóval aljasabb dolog azért annál, amit produkáltak itt nem csak a Bayern szurkolók egyébként, de elsősorban ez inkább erről szól az ultrák és a német szövetség közötti húzavonáról. Beszéljünk a Bayernnek a teljesítményéről. Hansi Flick alatt azért úgy néz ki, hogy teljesen stabil lett a játék, és most már odaigítottunk, hogy Lewandowski nem is hiányzik. Tehát ennek a sálkemesnek pont tegnap egyébként ez volt az elsődleges tanulsága, szerintem. Tehát, hogy azért Zirkzé most nem játszott, csak csereként szállt be a mérkőzés végén. Más az, egyszerűen, ha van egy olyan játékos, mint Lewandowski, akinek tényleg nem tudom a 3/10-re képes lőni hármat, hogyha éppen olyan napja van, tehát neki feltétlenül még csak a százas helyzetet sem kell megcsinálnod, hogy gólt szerezzen. Viszont, hogyha kiesik egy ilyen játékos, te meg megszoktad, hogy ott van, akkor nyilván nagyon nehéz ilyen szempontból pótolni, és ez is érdekes volt, hogy Thomas Müller kezdett 9-es pozícióban, de hát tulajdonképpen mindent játszott, csak valódi centert, nem, nyilván nem is ez neki a leginkább testhez álló játék, és ezt érezte, egyértelműen látszott a Bayern. Sokkal jobb volt, sokkal többet volt náluk a labda, és igazából mégsem tudtak igazán komoly helyzeteket kialakítani. Mondtad az XG-t, úgyhogy lecsapok rá, ugye egy XG-t
hozott meccsenként átlagban Lewandowski ebben a szezonban. Kettő játékos van rajta kívül egész Európában 0,8 fölött. Ez ugye Gabriel Jesus és Mbappé, de ők is csak 0,8 környékén vannak. Ugye Lewandowski 1xG, ez kiesett a Bayernnél. Ez nyilván elképesztően nehéz pótolni. Zirkzé kapcsán ugye nagyon jól szállt be, már többször a Bundesliga-ban van 3 gólja már idén, úgyhogy gyakorlatilag alig játszott, de ahol meg viszont rendszeresen játszott a Bundesliga, vagy a Bayern 2-ben, ugye ott csak 2 gólja van. Tehát, hogy kicsit csalóka lehet, hogyha csak a Bundesliga teljesítményeiből indulunk ki, azért még egy nagyon fiatal játékos, és Hansi Flick is kiemelte, hogy a pressingben, a visszatámadásban, a labda elleni játékban, az összjátékban azért neki még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie, a Hoffenheim ellen jobb benyomást tett, de én azt sem zárom majd ki, hogy esetleg Gnabryt is kipróbálja ebben abszolút a pozícióban. Sőt, volt már rá példa a korábbiakban. Ő játszott Hoffenheimben, a Werderben is két csatáros játékban. A Bayernnél is, tehát volt már, hogy próbálgatták őt, úgyhogy ez abszolút benne van. Ami nagyon érdekes lett a Bayernnel kapcsolatban, és ennek a Schalke-mesnek ez volt a legérdekesebb fejleménye nekem, meg a Hoffenheim meccs végén is volt már erre példa, hogy a belső védő kettős állában is kimik voltak, és... Hát ez egy nagyon érdekes dolog lehet hosszú távon, hogy vajon ehhez mennyire fog ragaszkodni majd Flick mondjuk a későbbiekben. Én azt is felvetném itt a csatárpótlás, tehát az is egy fontos kérdés, ha Müllert föltolod 9-esbe, oké, ki játszik a helyén? És az jobb be a csapatnak? Oké, ha Gnabryt betolod balszélsőbe a csatárnak, oké, de Coutinho tud annyit adni az ő helyén? Ő mindig súlytalan, ha komolyabb az ellenfél közepesnél, mert hogy ő általában ez a baloldali félterületben átsorgok, megkapom a labdát, lövök. Több ez az ő játék a kis túlzással. A Mainz ellen, meg nem tudom, Freiburg ellen, meg a Werder ellen. Augsburg ellen. Fantasztikus játékosnak tűnik. Mondjuk a Schalke pressing ellen nem tűnt annyira fantasztikus játékosnak. És ez egy komoly trade-off, hogy a dolog, hogy Lewandowskit valahogy pótolom, de az a játékos, aki oda bemegy, őt is pótolni kell. Nem tudom, Goretzka mondjuk előkerül, Müller helyett, ezek érdekes kérdések. Hát az volt a legviccesebb, hogy a legtöbbször Goretzkát láttuk a 16-oson belül érkezni a labdákra. Az Augsburgról is néhány gondolat, ugye ők a középmezőny alján vannak, nekik kell-e lefelé tekintgetni, vagy vannak ott elegen, akik ezt megoldják helyettük? Egyelőre úgy tűnik, hogy azért vannak, meg főleg itt a Düsseldorf például nagyon jelentkezett, még hiába Rösler érkezése azért olyan nagyon nagyot nem sikerült nekik sem előrelépni, kizúgtak a kupában a Saarbrückennel szemben, úgyhogy újabb komoly skalp arra felé. Vannak azért jelen pillanatban kieső pozíciókra, nyugodt nem lehet azért semmiképpen sem az Augsburg. Azért az mindenképp érdekes az Augsburg tekintetében, hogy a stabil góllövőjük, Finn Bogason, teljesen kiszorult ebben a szezonban. Annyira stabil, igen, az idén. Tehát, hogy de mi történt vele? Ugye éveken keresztül jó volt az Augsburgnak tényleg a centere, akire mindent lehetett fölívelni, mert ugye lábbal is jó, fejjel is jó, és egyébként technikás is meg tudja tartani a labdát, vissza tudja játszani a második vonalban érkezőknek is. Biztos, hogy kell szerepe legyen ebben annak is, hogy ugye az előző szezon végén edzőt váltottak, ugye jött Martin Schmidt. Aztán, hogy ebben mennyi volt, egészen pontosan ebben a szerepe voltak sérülései is, Finn Bogasonnak azért ő se az a játékos, aki feltétlenül teljes szezonokat végig tud játszani folyamatosan minden meccsen 90 perccel. Úgyhogy ezek így együtt szerintem, amik szerepet játszhattak ebben. Azért a Gladbachnak nyomott egy gólt legutóbb, úgyhogy... Jó, oké, meglátjuk, hogy ő kezd, vagy Florian Niederlechnál. Minden esetre mi biztos, hogy itt leszünk veletek jövő héten, és várunk titeket akkor is szeretettel. Írjátok meg a véleményeteket, lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok.